2015 óta ebben a tömbben működik a gyermekosztály a Nyíregyházi kórházban. Komfortos, modern körülmények között tudnak gyógyítani az itt dolgozó egészségügyi szakemberek. Itt a gyermeksürgősségi részlegen, illetve a gyermeksürgősségi szakrendeléseken történik a betegeknek az első ellátása. Amikor megérkezik ide a beteg, akkor egy új rendszert próbáltunk kiépíteni arra, hogy minél gyorsabb és hatékonyabb legyen az ellátásunk, ez az úgynevezett triázs rendszer. A betegek közvetlenül érkezés után egy helyiségbe, a triázs helyiségbe kerülnek, ahol már ilyen alapvető vizsgálatokat el tudunk náluk végezni, vérnyomásmérést, pulzus vizsgálatot, EKG-t készítünk, akár testsúlyt mérhetünk, és ezt követően kerülnek a gyerekek vizsgálatokra, ahol eldöntjük, hogy kórházi felvételre van szükség, nincs szükség, hazabocsájthatjuk. Az elsődleges vizsgálatokhoz elengedhetetlen eszközöket adományozott a Global Partners System Kft. A Nyíregyházi Kórháznak. Tavaly karácsonykor döntöttünk úgy, pontosabban novemberben, hogy a Hilvitál vásárlóit bevonva egy kis rövid adományozással szeretnénk támogatni ugye a sürgősségi osztályt, és egy ilyen 200 000 forintnyi összeg gyűlt össze így a vásárlóknak a jóvoltából. Gyakorlatilag az eszközök, amiket átadtunk, azok infralázmérők, csecsemőmérlegek, vérnyomásmérők és minden egyéb sürgősségi ellátáshoz szükséges orvosi eszköz. Az adomány átadón elhangzott, az eszközöket szinte azonnal felavatják, hiszen nagy segítséget jelentenek a vizsgálóeszközök a gyermekek gyógyításában, állapot felmérésében.